Hogyan fogunk kevesebbet fogyasztani? Miért kell kevesebbet fogyasztani? Miért kell spórolni? Hát, azt mondják, hogy rengetegen vagyunk. 8 milliárdan kb. Ugye ez nagyon sok szám. Nagyon nagy mennyiségű ember ez. Azt mondták, hogy 100 éve kb. Másfél-két milliárdan voltunk. Akkor durván hozzávetőlegesen meg négyszereződtünk 100 év alatt. De a fogyasztásunk biztos, hogy nem a négyszeresére nőtt, hanem többszörösére. Fogyasztunk mindent, áramot, vizet. Veszünk 87 pár cipőt, kell, nem kell, mi a kocsival megyünk, kaját rengeteget, tehát amit föl tudunk halmozni, csak vesszük, vesszük, rendelünk, eszünk, iszunk, dőzsölünk. És azt mondják a tudósok, kérem szépen, hogyha ez így folytatódik, így növekedik a népesség, így fogyasztunk minden áramot, energiát, akkor lerágjuk ezt a kis bolygót, teljesen kizsigereljük, magyarul kizsigereljük, kérem szépen kizsigereljük, tehát el fog tűnni x időn belül az emberiség, mert nem tudunk megújulni, nem tudunk tovább lépni ebből a helyzetből, amiben éppen vagyunk, ebbe a kényelmi zónába. Igazából egy luxus életet élünk, ha belegondolunk. Tehát mindenkinek megvan a maga szintje. Nem azt mondom, hogy mindenki luxus életet él, de ha belegondolunk, azért meleg vízbe fürdünk, van tető a fejünk felett, melegbe vagyunk, eszünk, iszunk, dőzsölünk, tehát vesztük a 27. pár cipőt, kell, nem kell, reggel fölkelsz, kávé, kakaó, amit el tudsz képzelni. Mindenhova, csak a gépjárművel vagyunk, semmi gyaloglás, semmi mozgás. Telefonnyomkodunk, minden mobilizálva van, minden digitalizálva van. De valahogy le kell csökkenteni a fogyasztásunkat, mert azt mondják a tudósok, ha ezt így folytatjuk tovább, 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 akkor viszont nem jutunk egyről a kettőre, hanem egy katymaz lesz az egész, és lerágjuk a földbolygót, olyan, mintha itthon termesztenék nyulakat, aztán kettőt most berakok az el, nézelődik itt, de aztán lesz belőle 4, 8, 16, rengeteg nyuszka lesz itt. Ezt így utána lerágják a filmet, valamit kell csinálni, le kell vágni őket, vagy eladnom, hogy valamit kell csinálni, mert megesznek a nyulak. És az emberek is olyanok, hogy olyanok vagyunk, megesztjük ezt a bolygót, lerágjuk, kizsigereljük teljesen, kifosztjuk az ásványokat, megisszuk az összes vizet, ellocsoljuk, ahova csak lehet, kérem szépen. De azt mondják, hogy csökkentsem a vízfogyasztást, csökkentsem az áramfogyasztást, csökkentsem a benzinfogyasztásomat, csökkentsek valamit. Ne vásároljak annyit mondjuk, ne halmozzam fel az élelmiszert, ne vegyek egy 80. pár cipőt. Hogy teszem meg? Hisz van egy szinten, van egy elvárásom, van egy alap dolog, az alá nem szeretnék menni, tehát nem akarok az alá menni abszolút. Akkor hogy fogok kevesebbet fogyasztani? Csak úgy fogok kevesebbet fogyasztani, hogyha szépen lassan elkezdik emelni mondjuk az áramárát. Emelik, emelik, emelik. A fizetésem az nem fog úgy emelkedni. Emelik az élelmiszerárakat. Emelik, 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 emelik. A végtelenség nem lehet, de azért lehet emelni, emelni, emelni. Mindennek az árát föl kell emelni az egekbe, és akkor kénytelen leszek kevesebbet fogyasztani. Miért gondolom én ezt? 2 éve mondjuk, nem kell messzire menni, menjünk le boltba, nézzünk körbe a vásárlás gyanánt, hogy mi mennyibe kerül, és hogy mennyibe került 2 év, azt elfelejtjük már, hogy 2 éve mennyibe került mondjuk egy kiló trapista sajt, csak azt nézzük. Mondjuk volt 1000 forint, most durván 2000 forint. Mennyi volt a benzin? Vagy mennyi volt egy kiló kenyér? Egy idő után, ahogy emelkednek az árak, emelkedik a rezsim, emelkedik minden, egy idő után az átlag polgár nem tudja majd kifizetni, tehát valamit csökkenteni kell a kiadásokon.
kevesebbet eszünk, kevesebbet vásárlunk, kevesebb áramot fogyasztunk. A középosztálytól mondjuk lefele, ahol a legtöbb ember van. Mi biztos, hogy kevesebbet fogunk jócskán fogyasztani egy idő után. Nem is olyan távol jövőkép ez, max. 1-2-3 év. Persze a gazdag nagyurak nem fognak annyira kevesebbet fogyasztani, de valamit tenni kell, mivel 8 milliárdak vagyunk. Ezt a sok-sok nyulat valahogy le kell csökkenteni egyrészt, és rá kell bírni őket, hogy kevesebbet fogyasszanak. De hogy lehet rábírni, hogy kevesebbet fogyasszanak? Csak így, ha brutálisan megemeljük az árakat. Ha különböző szankciókat vezetünk be, ha lekorlátozzuk a jövésmenést. Majd ha annyiba kerül a benzin, akkor nem autókázunk annyit. Na de miért is mondom mindezt? Csupán azért, mert vannak dolgok, ami ellen nem nagyon tudunk mit tenni. Ezen töprengtem most, hogy mit lehet ez ellen tenni. Hát nagyon semmit, majd csak elfogadni. Csak hogyha eljön a pillanat, ami már nem is olyan távoli jövőkép, mert mindig azt mondjuk, hogy ó, az én életemben, az én életemben, úgyse jön el, nem, az majd az unokáink, meg a gyerekeink. Hát szerintem meg nem, mert most itt van már a nyakunkon. Itt van már a nyakunkon ez. Ha körbenézünk, akkor láthatjuk, tapasztalhatjuk. És pillanatok alatt berobbanhat ez. Mint ahogy a klímaváltozás, azt is azt mondták, ó, nincs itt, nem kell foglalkozni, mert régen is voltak ilyen időváltozások. Persze. Csak most, tudom, január 7 van, tegnap 18 fok volt. Ingadozik mind az embereknek a kedve fölle a hőmérséklet is. Na tehát, ha eljön ez a pillanat, akkor mit tudunk tenni? Persze lecsökkentünk minden kiadást, meg elfogadjuk azt, ami van. Azt gyakorlom most, hogy ha azt mondják, hogy nem tudok majd kocsival menni, akkor megyek biciklivel. Jó. Ha nem tudom tovább csinálni az üzletet, akkor majd csinálok valami mást. Jó. Ha nem tudok annyi kaját venni, tehát majd veszek kevesebbet. Jó. De tényleg jó ez így? Nem lehetne ezt előbb egy kicsit megvariálni? Hát elgondolkodni rajta, hogy kéne változtatni, mert lehet, hogy ez a földbolygó tényleg nem bír el ennyi embert. És tényleg változtatnunk kéne ahhoz, hogy más egy jobb életünk legyen, mert így ez a vásárlási mánia, ez a vásárlási láz, ez a sehova nem vezető valami, hogy mindennél többet, jobbat, még, mindenki rohan, mindenki szalad, senki nem ér rá, fölhívsz valakit. Halló, mi van veled? Nem érek rá, rohanok. De hova tökönben rohansz, érted? Hát, aki megszületik, az meg is hal előbb-utóbb vége ennek a nyavajának. Minek sietsz? Már sietni kell, nincs idő erre a hülyeségre, hogy hallgassam a hülyeségeidet. Hülyeség. Hát, lehet, hogy aztán tényleg az. Akkor ne hallgass. Kinyomjuk. De nem beszélünk. Minek? Van értelme, nincs értelme tenni valamit? Fá ne tudja. Nem tudom. De az biztos, hogy ha így megy tovább minden, akkor lerágjuk ezt a bolygót. Tehát pillanatok alatt. Nem kell ide 40-50-60 év, vagy túl sok megjósolták. Elég ide pár év. És valószínűleg ez a folyamat már beindult egy jó pár éve, hogy elkezdték emelni az árakat tudatosan azért, hogy csökkentsük a fogyasztást. Mert mi önállóan nem fogunk csökkenteni egyáltalán. Biztos, hogy nem fogsz csökkenteni semmin. Megvan egy kényelmi szinted, az alá egyszerűen nem akarsz menni. A te saját szinted alá nem akarsz menni. Hogyha megvan, hogy te kocsival mész ide és oda, te el tudsz menni nyaralni, te ennyi és ennyi kaját tudsz venni, te ilyen és ilyen melegbe szeretsz lenni, te szaunázni szeretsz, akkor az alá, a szint alá nem akarsz menni. De kénytelen leszel alá menni, mert a nagyurak, nekik is van egy szintjük,
egy luxusabb szintjük, ők aztán meg végképp nem akarnak alámenni, de viszont ők diktálnak valamilyen szinten, ők irányítják ezt a dolgot. Tehát a középosztálytól lefelé a sok-sok-sok-sok embernek, mondjuk legyen 80%-a, akik vagyunk, mi csökkenteni fogunk bizony, csökkenteni fogunk kiadást mindenféleképpen. Mert tegyük fel, egy átlagos család mondjuk 30 000 forintot fizet villanyszámlára, fölveszik 3-4-5-szörösére az elkövetkezendő években, fizetsz majd 150 ezeret. Ha ugyanígy fogyasztasz, nem fogod tudni kiköhögni. Tehát le kell csökkenteni nyilván a fogyasztásodat a felére, de akkor is legalább egy 70 ezeret ki kell majd perkálnod bizony. Tehát kénytelenek leszünk csökkenteni. De hogy hol vezet ez? Fele tudja. Valamilyen szinten biztos jó dolog, mert nem a gonosz indította el, hanem a maga a földbolygó indította útjára ezt a söprést. Idézőjelbe söprést. Mert valamit tennünk kell, tudatosodnunk, meg kell értenünk valamit, mert így ebben az állapotban emberiség nem fog tovább tudni létezni. Bár lehet, ki tudja. Lehet, hogy csak ez egy félkegyelmi gondolat. Azt hagyjuk is, nem? Ennyi. Bejegyek, bebaszok egy rántot, most főkapcsolok minden villanyt, azt ennyi. Na csá!